Mai visszakarti minnyája, megold rám Jobbot bennem, hiszen megírták, megverem a pásztót, és szétszillenne a nyájból Jobbot. De feltámadása után majd előttek megyek Galileába. Ekkor Péter ezt mondta neki. Ha minnyája megbotránkoznak is bennem, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt válaszolta neki. És hogy mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem. De Péter ismét így szólt. Még ha meg is kellene harmadra, akkor sem tagadnálak meg. Ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány is. Közben Jézus odaért velük a Getszemáné nevű kertbe. Így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, míg én elmegyek imádkozni. Azután Pétert és Zebedeus két fiát magával hívta. Egyszerre szomorúság és keserűség vett erőt rajta. Ezt mondta nekik. Halálosan szomorúan élel, maradjatok itt és vírasszatok vele. Azután kissé távolabb lett tőlük, arca a földre borult és így imádkozott. Atyám, ha lehet, újjék el tőlem ez a kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Azután oda ment a tanítványokhoz, és alva találta őket. Ezt mondta Péternek. Ha képtelenek vagytok egy órát virasztani velem, virasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Azután másodszor is elment és imádkozott. Atyám, ha nem múlhat el a kehely anélkül, hogy kideinnám, legyen meg a te akar. Majd visszatérve ismét arra találta őket. A szemük ugyanis nagyon elnehezedett. Ott hagyta őket, és ismét elment imádkozni harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal. Azután odament a tanítványokhoz, és így szólt. Aludjatok csak nyugodtan, és pihenjetek. Íme elérkezett az Ura, amikor az ember fiát bűnösök kezére adják. Keljetek föl, menjünk, nézzétek, megérkezett, aki elárulja. Még beszélt, amikor íme odaért Júdás egy a 12 közül, és vele a főmagoktól és a nép véneitől egy nagy csapat kardokkal és újságokkal felszerelkezve. Az, aki elárulta őt, ebben a jeladásban egyezett meg velük. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. Mindjárt oda is lépett Jézushoz, és így szólt. Üdvözlét, Rabbi! Azután megcsókolta. Jézus ezt mondta neki. Barátom, miért jöttél? Közben a többiek már kezet is emeltek Jézusra, és fogunk lejtették. Ekkor íme egy azok közül, akik Jézussal voltak kardjához kapott, kirándogta, és a főpap szolgájára sújtott. Levágta az egyik fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá. Ne csak vissza hüvelyébe a kardodat, mert kardáltal vészel, ki kalapotra van. Vagy azt hiszed, nem kérhetném atyámat, és nem küldene segítségemre akár 12 légió angyalnál többet is. De akkor hogyan teljesedik be az írás, amely szerint ennek meg kell történnie? Abban az órában Jézus így szólt a csapathoz. Mint valami rabó ellen úgy vonultok fel kardokkal és dorongokkal,